Tisztelettel köszöntöm a Világnézet hallgatóit, Éva Natália vagyok, és nagy tisztelettel köszöntöm újra a vonalban Pajor István sportszakembert, sportújságírót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Hát én meg szintén köszönöm, hogy mondhatom a gondolataimat, véleményemet, és megtisztelőnek tartom, hogy itt rádió ebben a mostani érdekes körülmények között és érdekes helyzetben is fókuszál az olimpiára. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, ha minél több ember számára sikerül eljuttatni az álláspontomat, a véleményemet, és összegezve az eredményeket. Én gondolom, hogy nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy napi 16 órát a televízió előtt üljön, ezért azt gondolom, hogy a rövid összefoglalóim azok segítenek megismerni, meg megtudni azt, hogy mi is történik mostanában. Folytatni fogjuk az olimpiai történések, illetve az eredményeknek, köztük a magyar eredményeknek a kiértékelését. De elsőként indítsunk egy kicsit távolabbról, hiszen megjelent egy publicisztika a Nemzeti Sporton, amelyben Kálomista Gábor nagyon érdekes állításokat tette a párizsi olimpia kapcsán. Például úgy látja, idézem, hogy ennél kevésbé a sportról szóló, a sport szeretetét éltető olimpiai kommunikációt még nem tapasztalhatunk, illetve, hogy a szervezőik érzékenysége sikeresen hagyta maga mögött az olimpia lényegét, a sportolói teljesítményt. Ön hogy látja, mennyire lehet azt mondani, hogy a jelenlegi párizsi olimpián a sportolói teljesítmény más üzenetek mögé szorult? Ketté kéne választani a dolgot. Az első az, hogy Kálomista Gábor, akit személyesen is ismerek, és ez a publicisztikája, ami a mai napon a Nemzeti Sportban, mindenek előtt szívesen felhívnám a hallgatók figyelmét arra, hogy utána olvashatnak az NSO online oldalán a 8-ai 0 óra 29 perckor megjelent soraiban. Tehát olvasható maga az egész írás, de manuálisan és a mai Nemzeti Sportnak a 14. oldalán megtalálható ez az írás. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert valóban éles karcolatban rámutat arra, ami a mai nap, ami a jelen világunkban eléggé megjelenik, és szinte elvonja az emberek normális gondolkodását arról, ami az évszázadok során a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján kellene, hogy továbbra is elhangzódjon, hogy éljük az életünket békében. Ez a megnyitó ünnepség, ez nagyon-nagyon durván arra mutatott rá, hogy merre halad a világ mostanában, és különböző ideológiai és politikai kérdésekkel és megnyilatkozásokkal próbál ebbe beavatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez fókuszálható a megnyitó ünnepségre, a szervezőknek a gondolkodásmódjára. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a megnyitó ünnepség után elkezdődött az olimpia, a nyári olimpia, ami azért már végül is igazából a sportról szól. Tehát ott tartottunk, hogy a Kálomista Gábornak volt egy publicisztikája, ami a mai napon a Nemzeti Sportban megjelent, és a nso.hu-n is olvasható, ha a 8-ai napon a 0 óra 29 percre rákattintanak. És azt próbáltam elmondani, vagy szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy ez vonatkozik a világ jelenlegi gondolkodására, vonatkozik a megnyitóra, de aki igazából szereti a sportot, és számára fontos, és a magyar emberek szeretik a sportot, sportszerető nemzet vagyunk, és eredményes nemzet vagyunk a sport területén, azok számára ez már egy elmúlt, elhaladott valami, és az első
bocsánat. Tehát amikor a sport elkezdődött, a versenyek elkezdődtek, onnantól kezdve már, hogy úgy mondjam, lapoztak, és már nem ebben foglalkoztak. Hozzá kell tenni, hogy a maga mutogató dolog volt a Szajnába úszatni, és úgy ma a triatlonosokat korábban, és holnap a férfiakat a Szajnába úszatni, mert nyilvánvalóan az egy dolog, hogy sodrása van a folyónak, de hát biológiailag meglehetősen kifogásolható. Tehát ezzel tulajdonképpen én lezárnám magam részéről azt, hogy ami ebben a publicisztikával és a franciák ilyen jellegű hozzáállásával, a polgármester asszony nyilatkozataival kapcsolatban ezeket a kérdéseket én szívesen lezárom, és akkor ezek után, hogyha egyetért a műsorvezető, akkor a sporttal foglalkoznánk. Így van, menjünk tovább. Ugye említette a Szajnával kapcsolatos helyzetet, és ugye pont ma reggel állt elő egy olyan helyzet, hogy a nyílt vízi úszók nem tudták gyakorlatilag egészen reggelig, hogy a mai napon akkor elindulhatnak-e a Szajnába, vagy nem. Az ilyen jellegű bizonytalanságok, ugye ez a triatlonnál is előfordult már, mennyire nehezítheti a versenyzőknek a mentális felkészültségét? Hát ez nagyon jó a kérdés. Rossz. Hát, gondoljunk bele, hogy például egy művésznek azt mondják, hogy lehet, hogy föllépsz a színpadra, de nem biztos. Most akkor készüljön, ne készüljön. Hát ez hozzá kell tenni, a sportversenyek és a küzdelmek amúgy is óriási terhet, mentális és fizikai terhet jelentenek a versenyzők számára. Most, hogyha ezt még megtoldjuk egy ilyen bizonytalansági tényezővel, az kellemetlen. De szerintem ennyi a válaszom, nem is kéne ebben igazából tovább foglalkozni. No, rossz nekik, ez van. De hát ezek a versenyzők hihetetlen teherbírók. Tehát ez szerintem ezen is túlteszik magukat. Fábián Bettina szereplése is pont ezt mutatja. Igen. De én azt gondolom, hogy a legutolsó beszélgetésünktől eltelt több mint 24, körülbelül 30 óra, hogy esetleg visszatérnénk, hogy a kronológiailag az azóta eltelt időszakra, és arról esetleg egy pár értékelést, ha mondhatok. Mindenképpen. Hát ugye négy csapatsportban sikerült kijutnunk az olimpiára, a női és a férfi kézi, illetve a vízilabdásokra. A férfi kézilabdásoktól sajnos egy kicsit korán elbúcsúztunk, négy vereség, egy győzelem nem volt elegendő. A másik három csapatsportban tovább jutottunk a nyolc közé. A legjobb négy közé való bejutás az már egy picit nehezebb probléma volt, illetve nem kicsit, hanem abszolút nehéz probléma volt. A maradék három csapatsportból a női kézilabdások a svédekkel játszottak, nem ők voltak az esélyesek, de ennek ellenére hatalmas küzdelemben a 60 perces játékidőnek a 59. percének az 55. másodpercénél, azaz a mérkőzés vége előtt 5 másodperccel egy góllal vezettünk. És hát ezt nem tudta megoldani a csapat. Utólag persze mindenki okos, és mindenki, kicsit én magam is, meg az edző is, hogy mit kellett volna tenni, hogy az utolsó 5 másodpercben megkíméljük a kapunkat a góltól. Nem sikerült. A svédek kiegyenlítettek, a hosszabbításban meg már valamelyest érthető módon összeroppantunk. Ezért a női kézilabdások azok nem tudták folytatni tovább a továbbjutást, és végeredményben hatodikok lettek, ami ha belegondolunk, először is dicséretesen és fantasztikusan küzdöttek, tehát nagyon kitett ma már minden sport, minden szakág, így a női kézilabda is, rengeteg jó csapat van, most ha azt veszük, hogy
hogy hány országban kézilabdáznak, és hogy ehhez képest mi az olimpián most a 6. helyet szereztük meg, én pozitívnak értékelem. Ennyit a női kézilabdáról. A női vízilabda a következő, amivel foglalkozni kell. Sikerült eljutnunk, tekintettel arra, hogy az ausztráloktól kikaptunk, úgy alakult a helyzet, hogy a hátralévő négy közé, az a négy, akivel mi találkozhatunk, a négy közé jutásért az Amerikai Egyesült Államok vízilabda csapata, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnoki címvédő, és ezzel kellett nekünk a versenyt fölvenni, tehát eleve nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a csoportmérkőzések miatt. Ennek ellenére fantasztikus teljesítménye, nagyon jól tartották magukat a lányok. Gondoljunk bele, hogy a 4x8 perc alatt összesen 5 gólt kaptunk, viszont csak 4-et tudtunk dobni, és így aztán 5-4-re kikaptunk, de még annyit mindenképpen hozzátennék, hogy két alkalommal is két ember hátrányos helyzetbe hoztak magukat a bírók két-két kiállítással, tehát úgy kaptunk ki 5-4-re, hogy két alkalommal két ember hátrányba kellett játszanunk. Hát ez tulajdonképpen a női vízilabda torta számunkra történő végeredménye, és ugyanakkor nincs teljesen vége, 4 közé nem jutottunk, de 5-8. Helyért még a mai nap is elkezdünk küzdeni, úgyhogy még elképzelhető, hogy egy jó pontszerző helyet sikerül megszerezni. És akkor a keddi napnak a atlétikával kapcsolatos emlékeztető, hogy az atlétikai versenyek során lezajlott az 1500 méteres síkfutás, és ez azért rendkívül izgalmas és érdekes meg ott, mert a norvég Ingebrigtsen az abszolút esélyesnek számított. Ebben az évben, meg az előző évben talán összesen a 15 versenyéből egyet vagy kettőt elvesztett. És egy új taktikát változta, azelőtt mindig a sor végén kezdte az 1500 métert, és most a sor elejére állt, és ő vezette föl a 3,3, tehát a több mint három körös versenynek a versenyzői sorát, és hát úgy néz ki, hogy ez nem vált be, mert a végére ez a hosszú vezetés úgy néz ki, hogy kivette az erejéből, és teljesen váratlanul egy amerikai versenyző győzött, de úgy, hogy a 3. helyen is egy amerikai versenyző végzett. Tehát a norvég Ingebrigtsen, aki abszolút esélyes volt, még a dobogóra sem fért föl. Említést érdemel a női 200 méteren Gabriella Thomas, amerikai versenyző, gyönyörű versenyzéssel győzött, és ami érdekes, hogyha lenne olimpiai szinten jó tanuló, jó sportoló versenyző, az biztos, hogy ő nyerné, mert egy nagyon komoly egyetemi kurzusra jár, és feltehetően egy magas színvonalú képzést fog tudni teljesíteni. A kalapácsvetésben a férfi Katzberg nyert, de az nem most volt, hanem 3 nappal ezelőtt, és érdekes módon a női kalapácsvetés során is egy kanadai versenyző Roger nyert. Említést érdemel még a keddi napról a távolugrás, ahol a görög Tentoglu nyert, azaz megvédte az olimpiai bajnoki címét, és a távolugrás történetében ez csak másodszor fordult ilyen elő. És akkor eljutottunk tulajdonképpen a szerdai naphoz, ahol mindenek előtt megállapíthattuk azt, hogy a kedhez hasonlóan valamennyi kajakenu versenyzőnk nem csak a csapathajóban, hanem az egyéni hajókban is, Kopasz Bálint, Varga, Csipes Tamara, Fejes Adolf, tehát valamennyi gyakorlatilag
elmondhatjuk, hogy sikeres napon voltunk túl a kedden szerdán, mindenki bejutott a középdöntőbe. Ez volt a szerdai nap, bevezető eseménye, ami nem annyira nagy öröm számunkra, hogy birkózásban Losonci Dávidot mi titkon azt reméltük, miután világbajnoki címet is megszerezte, hogy be fog jutni a döntőbe jutni, és hát az történt, hogy a 16-ból eljutott a legjobb négy közé, de a négy között egy olyan bolgár versenyzőtől kapott ki, akitől korábban háromszor megvert. A mai nap este még eredményt érhet el, még bronzért fog tudni küzdeni, és elképzelhető, hogy a küzdők képességét figyelembe véve harmadik is lehet. A számunkra nem kevés meglepetéssel a Vadnai Jonatán, aki vitorlázó, és az első 3-4 futam nem túl jól sikerült, de ennek ellenére eljutott az érem futamig, ahova csak a legjobb 10 kerülhetett be, tehát a 6.-7. futamba jól szerepelt, és bejutott az érem futamba, és az érem futamba a 3. rajt után kiválóan helyezkedett, kiválóan versenyzett, 3. helyet ért el, és ezzel a 3. az összesítésben, az összetetben megszerezte az magyar olimpiai csapat számára a 6.-4. helyezést. A vízilabdásokról kell szólni mindenképpen. Az olaszokkal évek óta nagyon kitett küzdelmet vívunk, és azt gondolnám, hogy tekintve, hogy a csoportban elég hullámzó szereplésünk volt, nem voltam én abban biztos, hogy, és nem csak én, hanem a többi szakemberek sem, hogy nekünk sikerül legyőzni az olaszokat. Annál inkább nem, hogy ugyan egy elég jó kezdés után, de a 3. negyed után 2 góllal vezettek, tehát a 4. negyed kezdete előtt az olaszok vezettek 2 góllal. Magyarok küzdőképességére jellemzően és néhány nagyszerű egyéni alakítás után sikerült kiegyenlítenünk, és néhány másodperccel a végső dudaszó előtt sikerült az egyik legjobb játékosunknak előnyt szerezni, és a kezibe volt a labda úgy, hogy csak a kapussal állt szembe, és az a játékos, aki nagyon biztos góllövő, ennek ellenére sikerült a kapust eltalálnia. Ennek eredménye az lett, hogy 5 méteresekkel kellett, úgynevezett, mint a labdarúgásban a 14-esekkel eldönteni, hogy melyik csapat nyer. Hát mi reménykedtünk és bizakodtunk, mert van egy olyan fantasztikus kapusunk, akire mindig lehet számítani, főleg, hogyha 5 méteresekről van szó. Fogel Soma arról híres a nemzetközi vízilabda világban, hogy ő az, aki a legtöbb 5 méterest képes kivédeni. Már a 4x8 során kivédett 2 5 méterest, ami összességében hozzájárult ahhoz, hogy a vége döntetlen, 9-9-es eredményhez juthassunk. És a végső döntésben az 5 métereseknél kivédett 3 5 méterest, ami egészen elképesztő teljesítmény. A vízilabda történetében sem nagyon tudunk ilyenre visszaemlékezni, ilyen eseményre, ilyen történést feljegyezni. A lényeg az, hogy 3-5 méteres kivédésével a magyarok megverték az olaszokkal, tovább jutottunk, és a legjobb 4 között vagyunk. Ez egy nagyon nagy eredmény, aznál is inkább, mert ugye, mint említettem, 4 csapat jutott ki a nyári olimpiai játékokra, és abból egyedül a férfi vízilabda válogatott az, amely kiküzdötte, hogy a 4 közé kerüljön. A 4 között a horvát
vízilabda válogatottal találkozunk, nem reménytelen a helyzetünk, többször értünk el ellenük jó eredményt, ők is ellenünk. Itt most a világbajnokságon talán a mi statisztikánk valamivel jobb, úgyhogy én a magam részéről sokat magammal reménykedem abba, hogy a magyar vízilabda válogatott egyedüli magyar csapatként döntős lehet. Én a szerdai napról szeretnék még néhány nagyon fontos eseményre visszatérni. A férfi diszkoszvetésben volt 3-4 100%-ig biztos olyan versenyző, akire el lehetett mondani, azt, na ők fognak állni a dobogó tetején, vagy a dobogó 3 fokán. De óriási meglepetésre egy jamaikai versenyző, akit úgy hívnak, hogy Royas Tone, képes volt egy 70 méteres dobásra, erre senki nem számított, ez egy teljesen váratlan esemény, és így megelőzte azt a Aleknát, aki ebben az évben világcsúcsot dobott 74 méter fölött, de most csak 69-97-re volt képes, és így 3 centivel elmaradt a jamaikai versenyző mögött. Hihetetlen érdeklődéssel kísérték a szakemberek és a nézők a férfi 400 métert, ahol fantasztikus és izgalmas verseny zajlott, és egy amerikai versenyző, Hall nevű amerikai versenyzőnek sikerült úgy győzni, hogy a 400 méteres sífutásnál 40 méterrel a cél előtt Hall a negyedik helyen volt. És a negyedik helyről sikerült elsőként átszakítani a célszalagot, és óriási meglepetést okozott ezzel, és ráadásul egy nagyon kitűnő idővel nyert, az örök raglistán a negyedik legjobb időt futotta. Említést érdemel még a 3000 méter akadályfutásban El Bakari, a marokkói, aki viszont hozta a formáját, gyakorlatilag veretlen volt az elmúlt évek során, vagy legalábbis nagyon kevés veresége volt, és biztonsággal hozta, és megszerezte. Hát ennyit a kedd és a szerdai eseményekről, és még azt azért el szeretném mondani, visszatekintve még a szerda estéről, hogy a svéd Armand Duplantisról áradoznak a sajtó munkatársai, meg az atlétika szerelmesei, mert a 625-ös világcsúcsát azt olyan hihetetlen teljesítménynek vélik, ami szinte egész biztos, hogy a nyári olimpiai játékok és az atlétikai versenyek között az egyik legkiemelkedőbb versenynek, eredménynek vélik. Sokat beszélnek még a Simona Bilesről, aki az amerikai női tornász, akinek voltak szomorú emlékei, de összességében ő is valahol a 8.-9. aranyérménél tart már. Én szeretném megemlíteni és visszatérni arra a kérdésre, hogy beszéltünk arról, hogy ugye a újkori olimpiák kezdetén 13 ország sportolt, 50-es években talán 50, és most 206. És kigyűjtöttem itt, hogy milyen nemzetek szerepelnek a nyári olimpiai játékokon, és ebből szeretnék egy kis mintát közölni. Például vívásban megdöbbentő, hogy Dél-Korea, Japán, USA és Irán vezették, kézilabdában Angola. Sportlövészetben ilyen nemzetekkel találkozhatunk, Guatemala, India, tornában Algír, Török, Kolumbia, röplabdában Dominika, de kerékpárban Magyarország, a mezőnyverseny során 2 negyedik helye. Sport strandröplabdában Katár vagy Dominika, sportmászásban Indonézia olimpiai bajnoki címet nyert. És akkor az atlétika az, amelyik ilyen szempontból a legszélesebb nemzetekkel találkozhatunk.
olimpiai bajnok lett Ugandából, olimpiai bajnok lett Jamaica, ahogy előbb említettem, diszkoszvetésben, Santa Luciából olimpiai bajnok lett, és akkor a további megdöbbentős felsorolás, Samoa, Sri Lanka, Brit Virginia szigetek, Zimbabwe, Bolívia, Uganda, Tadzsikisztán, Grenada, Botswana, Libéria, Zambia, tehát olyan nemzetek sportolói is itt vannak, és nem csak itt vannak, hanem mint az előbb említettem, több közülük olimpiai bajnoki címet is nyert. Tehát ez gyakorlatilag mutatja, hogy a sportvilága milyen hihetetlen népszerű, és ma már nem csak a hagyományos olimpián jól szereplő nemzetekkel kell megbirkóznia a versenyzőknek, hanem nagyon sok más nemzet is, sportoló is eljutnak a nyári olimpiai játékokra. És akkor a csütörtöki napra szeretnék még röviden visszatérni. Pont az elmúlt napok egyik nagy híre volt, hogy egy 42 éves kubai kötött fogású birkózó átírta a rekordok könyvét azzal, hogy 5-ször is nyert olimpiai érmet ugyanabban a versenyszámban, és ezzel gyakorlatilag letaszította a trónról Michael Phelps vagy Carl Lewis, ugye mindketten amerikai sportolók voltak. Hogyan értékeli ezt a teljesítményt? Hát én magam tapasztalataiból indulok ki, hogy az én gyerekeimet is roppant korán kezdtem el felkészíteni a sportra. Úgy a Judit lányom, mint a Dávid fiam 18 hónapos korában kaptak sít a lábukra. Ugyan Magyarországon a téli sport és a sízés nincs annyira fókuszban, de hogy hozzák gyakorlatilag, folytassák a családon belül azt a sportágot, amit én is műveltem, ennek érdekében nagyon korán síre állítottam. Ugyanezt el lehet mondani más sportágokban. Tehát jól megfigyelhető, hogy azok a versenyzők, akik a olimpiai és a világbajnoki szereplésükben kiemelkedően szerepelnek, azok nyilvánvalóan korán kezdtek. Tehát nagyon sok sportág van, ahol minden további nélkül fiatalon el lehet kezdeni felkészíteni nagyobb versenyekre, és jelentősebb terheléssel már egész korán képesek jó teljesítményt nyújtani. Tehát nem teljesen meglepő, szinte nincs olyan sportág, hogy valaki a legjobbak között ne úgy szerepeljen, hogy nagyon fiatalon kezdte el. Ritka az, amelyik idősebb korában kezdve az edzéseket tud jó eredményt elérni. Tehát ez csak igazolja továbbá azt, hogy fiatalon kell elkezdeni a komolyabb terheléseket, és egyébként az edzés elmélet is tartalmazza, hogy vannak úgynevezett érzékeny időszakok, és ezekben az érzékeny időszakokban, amikor a legdinamikusabban fejlődnek azok az idegpályák és azok a testrészek, amelyik a fejlődésnek a legdinamikusabb szakaszában vannak, akkor kell közölni ezeket a terheléseket, és ennek eredménye lesz az, hát ugye fiatal, jól ismert az is, ha valaki jól el akar sajátítani egy nyelvet, vagy valamilyen zenei képesítést, vagy egyáltalán valamilyen területen eredményes akar lenni, akkor kell közölni a terhelést, az információkat, amikor a idegrendszer a legérzékenyebb időszakban van. Ez például 6-9-10 éves körül, de hogyha állóképességről van szó, akkor 9-13-14 év, amikor már igazából terhelni szükséges a fiatalt ahhoz, hogy eredményesen tudjon szerepelni.
Térjünk még rá a csütörtöki napnak az eseményeire, mert hogy több minden is történt magyar vonatkozásban is. Igen, igen. Hát ugye már beszéltünk róla, hogy a rövidvízi úszásban Fábien Bettina körülbelül, ha jól tudom, 24 versenyző közül az ötödik lett, és ez egy fantasztikus eredmény itt a Szajnába, és egyben ez bizakodásra ad okot abból a szempontból, hogy holnap a férfiak fogják a nyíltvízi úszás 10 kilométeres számában versenyezni, és Betlen Dávid, aki 1500-on jól szerepelt, van komoly esélyünk arra, hogy eredményesen fogunk szerepelni holnap. Arról is már beszéltem, hogy végül is a női kézilabdázók nem kell játszaniuk az 5-8. Helyén, viszont a 6. helyet szerezték meg, és ezt mindenképpen nagyon dicséretesnek kell értékelnünk. A kajak kenuban a csapat döntőkre került sor, és hát három számban voltunk érdekeltek, a kenu 2-es 500 méteren, ahol eljutottak Adolf és Helyes kenu páros bejutott a döntőbe, és ott a 6. helyet szerezték meg, és tekintettel arra, hogy ma már a kajak kenu sportágban is hihetetlen sok nemzet, és sokkal nagyobb a vetélkedés, mint mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt, vagy akár csak az előző két olimpiával ezelőtt, ez a 6. hely értékesnek mondható. Ezt követte a kajak 4-es szereplése, hát bekerültek a 8 közé, így mindenképpen reménykedtünk, hogy legalább egy pontszerző helyre oda fognak érni. A lányok fantasztikusan szerepeltek, és sikerült harmadiknak beérkezniük, ami messze a várakozáson felüli. Tehát az azt jelenti, hogy egy bronzérmet szerzett a női kajak 4-es. Kétségtelen tény, hogy az előző két olimpián aranyérmet szereztünk, de hát azóta sokat változott az idő, meg az összetétel, úgyhogy az előző olimpiához képest csak a Csipes Tamara maradt meg a 4-esben, a többiek azok fiatalok. Ami kiegészítette a korábbi csalódásainkat, most hagyd ne említsem újra a kardvívókat és a párbajtőr vívóknak az egyéni szereplését, ehhez csatlakoztak a férfi kajakosok, akik azt gondolom, hogy hihetetlen sok munkát tettek abba, hogy itt az olimpián jól szerepeljenek. Kezdve attól, hogy az ő korábbi szereplésüknek köszönhettük azt, hogy 6 férfi kajakos is részt vehetett a nyári olimpiai játékokon, azzal, hogy ők olyan eredményt értek el korábban. És ha csak a másfél órával korábbi eredményüket, vagy teljesítményüket sikerült volna megismételni, akkor a németektől összesen 5/10 másodpercre kerültek hátrányba, tehát a középdöntőben második helyen végeztek 5/10 másodpercre a németektől. Na most ezektől a németektől, pardon, másfél órával később 2,3 másodperccel kaptak ki. Nehéz magyarázatot találni, mint ahogy ők sem találnak, ők annyi munkát tettek ebbe az olimpiai felkészülésbe, ami szinte talán teljesen egyedi és nehéz összehasonlítani más sportágokban történt felkészüléssel, de a sportban van ilyen, hogy van a munka, és van a teljesítmény. A kettő nem mindig van szinkronba. Ebben az esetben nem volt szinkronba, és ahogy a vívók egyéni teljesítménye, mint említettem, nagyon rosszul sikerült, de utána a kardcsapat ezüstérmes lett, a párbajtőr csapat aranyérmes lett. Ugyanígy reménykedünk abban, hogy az elkövetkezendőkben hátra van még a kettesek viadala és az egyéni versenyek viadala.
Kopasz Bálint, Varga, és hátra van még Totka, és a Nádas Bence kettese, valamint a Kopasz Bálint Varga kettős, és a női kettősnek a szereplése. Tehát azért két nap még hátra van, úgyhogy meg kell elégednünk azzal, hogy ma a négyes jól szerepelt, a női négyes, és el kell fogadnunk, hogy a férfiak betisztek, de javíthatnak holnap, illetve holnap után. Köszönöm Pajor Istvánnak, hogy ismét itt volt velünk, és értékelte az eredményeket. Remélem, hogy sikerült annyit megtennem, hogy az érdeklődést tovább fel kell tenni, hogy a hátralévő pár órára, tehát a ma esti atlétikai versenyekre Lőrinc Dávid bronzérmért való küzdelemre és a péntek-szombati versenyekre felkeltsem az érdeklődést, mert olyan, mint az olimpiai játékok, gyakorlatilag teljesen egyedülálló. Szinte megáll az óra, megáll az idő, és az emberek a sport szeretetét azzal tudják bizonyítani, hogy ott ülnek, és nézik a televíziót, vagy hallgatják a rádiót. Örülök, hogy elmondhattam, és remélem még a befejező napig újra kaphatok lehetőséget. Így van, köszönjük szépen még egyszer. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!